Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava Group média csatornát nézitek. Az előző videóban, ugye már volt róla szó az ozmózis filteres videóban, hogy vettünk egy SodaStream Easy One Touch bubi készítő készüléket, és most erről fogunk egy picit beszélni, kicsomagoljuk, és megnézzük, hogy hogyan kell beüzemelni, hogy kell használni, mire jó, és milyen egyéb változatai vannak ennek a készüléknek. Ha érdekel a téma, maradj velünk, azonnal kezdünk. Ahogy az előző videóban, még kicsomagolom a gépet, beszéljünk arról, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak. Vannak asztal alá beépíthető hűtővel is ellátott készülékek, ilyen 7-800 euróért. Ugye mi az egész ozmózis készülék, illetve SodaStream készülék vásárlást azért tesszük, mert nem szeretnénk többet palackos vizet vásárolni a szupermarketben, és ahhozért, hogy legyen bubis vízünk is, meg szűrt ásványvízünk is, ezért van az ozmózis készülék, és ez itt. A SodaStreamnek igazából három készüléke van, ami jelenleg is kapható a piacon. Az egyik az Easy, a másik a Crystal 2.0, illetve az Easy One Touch. Az Easy az egy teljesen mechanikus készülék, már ilyen 35 euróért is meg lehet kapni csak magát a készüléket. Alapvetően mindegyik ugyanúgy működik, az Easy műanyag palackba, itt van ebbe a csomagba, mindjárt kibontjuk, készíti a szódavizet. A Crystal 2.0, ahhoz üvegpalackok vannak, de azok csak ilyen 6 decisek, és megmondom őszintén, nem akartam 6 decinként szódavizet csinálni. Illetve van az Easy One Touch, mely elektromos és gomnyomásra készíti a jó kis szódavizet. A csomagolásában van egyszer maga a gép, meglehetősen könnyű. Van hozzá egy táp, mindenféle külföldi és európai adapterre, valamint van benne egy csomag, amiben maga a CO2 palack található, és egy darab 1 literes palack, amiben a szódavizet lehet csinálni, bár most nézem, hogy csak 8,4, akkor 0,84 liter, tehát nem is egészen 1 liter. Jó, akkor gyorsan nézzük meg, hogy működik. A készülőknek a hátát meg kell húzni hátra és leszedni. A széndioxidos üvegen itt van egy jelölés, hogy itt kell lefele húzni, és eltávolítjuk a fóliát. Ha a fóliát eltávolítottuk, akkor letekerjük a kupakot. A CO2 palackot beleállítjuk a készülékbe, és így meg tudjuk emelni úgy a készüléket, hogy a palack a földön van, vagy az asztalon, és ráengedjük a készüléket, majd betekerjük. Utána visszatesszük a deklit a hátuljára, és bedobjuk az egészet a 220-ba. Ebből a szatyorból ki kell választani, hogy melyik az európai dugaj, ő. Ezt feje lefele nem tudod beledugni, mert van rajta egy-egy slitz, tehát csak egy irányba tudod bedugni. A kábelt a készülék aljába kell bedugni, és utána a kábelt itten elvezetjük alul. Fölvilágít a három lámpa a készülék tetején, hogyha áram alá kerül. Most hozok sima csapvizet, szüretlent, és kipróbáljuk. Tehát hoztam egyenlőre szüretlen
csapvizet, és a készülékbe ezt csak bele kell állítani, és becsukni, és benne marad. Érdemes egy kézzel a készüléket lefogni, mert amikor megnyomjuk, azért a készülék képes és hátra csúszik. Ezek után három választási lehetőségünk van, három fokozatban lehet kiválasztani, hogy mennyire legyen széndioxidos a víz, a bubis vízünk. A gombot megnyomjuk egyszer, akkor csak életre kell standby üzemmódból a készülék, és akkor még egyszer meg kell nyomni, ameddig világít, hogy beinduljon. Ugye miután a ciklus végre ment, akkor csak kivesszük az üveget a készülékből, és meg is lehet kóstolni. Hát így a leggyengébb fokozatom meglehetősen gyenge lett a készülék. Én amondó vagyok, hogy a hosszú távú tesztem, amiről majd pár hónap múlva megint készül videó, el fogom mondani, hogy milyenek a hosszú távú tapasztalatok a készülékkel kapcsolatban. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjátok meg a like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg ezt a videót ismerőseitekkel Facebookon, Twitteren, hogy minél többen tudják, hogy mi is az a SodaStream Easy One Touch készülék. Sziasztok, találkozunk legközelebb!